Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Naponta közel 40 honfitársunk hal meg azért, mert nem mozog rendszeresen. Rengeteget beszélünk az egészségügyi ellátórendszer állapotáról Magyarországon, amit nagyon helyesen teszünk, ugyanakkor hozzá kell ehhez tenni, hogy a saját életmód kétszer olyan fontos az egészségünk szempontjából, mint maga az ellátórendszer, erre még sincsen semmilyen stratégiája a magyar kormánynak. Pedig a statisztikák, az adatok rendkívül szomorúak hazánk tekintetében, az elkerülhető halálesetekben a második legrosszabb mutatóval rendelkezünk, és 3,1 millió honfitársunk szenved vérnyomása miatt. A 10 000 főre jutó arányuk az elmúlt 20 évben 81%-kal emelkedett. De az is elmondható, hogy Magyarországon a három legfőbb halál ok az életmóddal függ össze, a lakosság kétharmada mégis jónak vagy nagyon jónak tartja a saját egészségi állapotát, tehát a lakosság nincs is tudatában annak, hogy milyen nagy mértékben összefüggenek az egészségügyi problémáik, nehézségeik az életmódjukkal. És valóban, hogyha a táplálkozás és a testmozgás tekintetében az elvárásoknak megfelelően tudnánk élni, akkor a diabéteszes megbetegedések aránya 58%-kal lenne csökkenthető, de megelőzhető lenne a daganatos megbetegedések egyharmada, illetve a koszorú ér problémák 80%-a is. Álljunk meg egy pillanatra, és gondoljunk bele ebbe, hogy ezeket a rendkívül súlyos egészségügyi problémákat tudnánk mérsékelni úgy, ha kizárólag a táplálkozás és a testmozgás területén változás történne. De ha már a testmozgásnál tartunk, Európa legelhízottabb, vagy második legelhízottabb nemzete vagyunk, és az Euróbarométer felmérése szerint a lakosság 59%-a saját bevallása szerint soha nem sportol. Ha ehhez hozzávesszük azokat is, akik nagyon ritkán sportolnak, akkor elmondható, hogy 4 emberből 3 vagy soha, vagy nagyon ritkán sportol Magyarországon. A Covid lezárások nyilvánvalóan súlyosbították ezt a helyzetet. A felmérések szerint 68%-kal nőtt meg a nassolásnak az aránya, és 54% mondta azt, hogy kevesebb időt fordított a sportolásra, 4-5 kg-mal nőtt a magyarok átlagos testsúlya ezen idő alatt. Rendkívül súlyos probléma, hogy a mindennapos testnevelés bevezetése ellenére a túlsúlyosok aránya a fiatal korosztály körében is növekszik, a NAD-ban a szabadidő sport, mint olyan, egyébként meg sem jelenik. De nem vagyunk jobb helyzetben, hogyha a dohányzásra tekintünk, és ezeket az adatokat veszünk górcső alá. Magyarországon a lakosság egy negyede napi szinten dohányzik, az Európai Uniós átlag 20% alatt van, tehát hogyha ezt legalább sikerülne elérni, az is azt jelenteni, hogy 600 000 honfitársunk szokna le a dohányzásról, aki most napi szinten dohányzik. Ha ezt a pénzt, amit most akárcsak ők a cigarettára költenek el, mondjuk uszoda jegyre fordítanák, a lakosság egészségi állapota rendkívül erőteljesen érzékelhető módon javulna. Tehát itt arról van szó, esetükben legalábbis, hogy nem pénzkérdés, kizárólag tudatosságnak a kérdése, hogy éppen cigarettára vagy uszoda jegyre költik el azokat a megkeresett forintokat. Az alkoholizmusról is szót kell ejteni, ha már az életmódról beszélünk, ugyanis az alkoholisták becsült aránya is növekvő tendenciát mutat Magyarországon. 5 év alatt 40 000-rel nőtt meg a számuk, ez is egyértelműen összefüggésben hozható a Covid lezárásokkal és azokkal az időszakokkal, amelyeket ilyen módon kellett tölteniük az embereknek. A Fidesz 13 éve kétharmaddal kormányozza Magyarországot, és ezen mutatók mindegyike rosszabb helyzetbe került, ezen mutatók tekintetében rosszabb helyzetbe került a magyar lakosság, mégsem történt semmi, semmilyen stratégiát nem alkotott meg a mai napig a kormányzat ezeknek az orvoslására, pedig nyilvánvaló előnyökkel járna mindez, egyrészt az egészségesebb emberek a munkaerőpiacon is jobban tudnának
tudnák teljesíteni, ez gazdasági hasznot is jelentene, nyilvánvalóan morális előnyökkel is járna, és még politikai hozadéka is lenne a kormányzat számára. Tehát a mi hazánk azt várja el a kormánytól, hogy egy átfogó egészségügyi stratégiát alkosson meg a magyar lakosság egészségi állapotának a javítása érdekében. Köszönöm, elnök úr!